Mindig nagy öröm arról beszámolni, hogyha ceglédi emberek országosan elismertek lesznek, és hát akivel most beszélgetni fogok, már nagyon régen országosan ismert és elismert, de most a beszélgetésünk apropója egy díj, a Pernyi András díj, amit általában azok szoktak kapni, nem is olyan túlságosan régen, akik a magyar zenei élet gazdagításán dolgoznak, nem elsősorban muzsikusok szokták kapni, hanem akár újságírók, fotóművészek, és mindazok, akik sokat tettek azért, hogy a magyar zene ismert legyen, akár itthon, és akár külföldön is. Ilyen volt a Róna vendéglátó vállalat egykori igazgatója, dr. Hajdú Endre, aki itt van most velünk, és az első szó gratulációi, Bandi bácsi, nagy szeretettel köszöntelek, és gratulálunk a Pernyi András díjhoz. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon szép szakmai kitüntetés a jazz vonalán, és nem sokan kapták meg eddig, azt hiszem, hogy 8-an vagy 10-en kapták meg köztük, a Gonda János Széchenyi díjas professzor a Zenetudományi Akadémia, most már egyetem tanszékvezetője, vagy Gyémánt László Kossuth díjas festőművész. Ő is kapott egyszer Pernyi András díjat, akik hát ugye közreműködtek a jazz szervezésében is. És hozzá ez évente egy ember kapja meg, tehát ezt nem dobálják. Igen. Nem dobálják. Na most a két említett kézzel. Úrral kapcsolatban csak annyit, hogy Gonda János és Gyémánt László is tevékenyen közreműködött a ceglédi jazz népszerűsítésében, mert Gonda a Garai Attilával együtt itt végig a jam sessioneket és a ceglédi jazz eseményeket irányította, közreműködött, stb. Gyémánt Lászlónak meg volt egy kiállítás a Nagykörösön, a Nagykörösi Jazz Fesztivál idején, amit akkor nem nagyon szívesen láttak, mert még megvolt az a 3T-s korszakban vagyunk, a tiltott, tűrt és támogatott művészeti ágak, és a Gyémánt éppen a tiltott kategóriába tartozott, de sikerült Acél Györgyi elmenve. Az első kiállítása volt Gyémánt László, jazz témájú képekben persze. Közben itt mellettünk láthatunk képeket Pernyi Andrásról. Ugye a díj apropója mindenképpen belejátszott az, hogy 50 éves a Róna Jazz, és majd erről is szólunk egy pár szót ebben a beszélgetésben nyilván. De azért furcsa érzés egy olyan emberről elnevezett díjat átvenni minden bizonnyal, amely embert személyesen ismerted. Igen, amikor megindult a rádióban a 60-as évek elején a jazz műsor újra, Pernyi András. Pernyi András vezetésével, addig igen, hát Pál Sándor is írt, ugye? Csinálta, igen, az volt az első könyve 64-ben, és amikor átvette a jazz műsor irányítását a rádióban, akkor kapcsolatba kerültünk, mert nekem már akkor voltak jó amerikai lemezeim, ami akkor még a rádióban is hiánycikknek számított, és így kerültünk kapcsolatba, ezeket a lemezeket aztán ugye természetesen odaadtam, lejátszották, stb. És végig kapcsolatban maradtunk, mert aztán később előadásokat szerveztem számára jazz témakörökben, különböző minisztériumokban, és így tovább. De ezzel kapcsolatban még egy érdekesség, ugye a Ki mit tud kép itt hát, van. Nagyon népszerű lett akkor, igen, nagyon sokan szerették, igen. Mert különleges, nem egy vaskalapos igen. Zenekritikus volt, hanem olyan jó pofákat, a humor mindig ott igen, volt. Igen, és a szemére vetették, hogy ő mérül be a Ki mit tud zsűriébe, holott az egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit ott nyújtott. Egy emlékezetes eset talán többen is látták, amikor egy cigányzenekar föllépett, és hát a bírálatban rákerült a sor, akkor azt mondta, hogy ezt a műfajt én nem szeretem, de ezek a fiúk olyan jól játszanak, hogy muszáj szeretni őket és a muzsikájukat is. Tehát Pernyi András egy csodálatos ember volt, egyébként a zeneművészeti főiskola tanára volt, és 3 témakörben foglalkozott különösképpen a zenetörténettel, a barokk zenével, a népzenével és a jazzszel. Itt kereste a párhuzamokat, és meg is találta, hogy ezek örömzenék. A népmuzsika, a barokk zene, a jazz pláne, és akkor valahogy itt csatlakoztunk mink is, mert mi meg úgy gondoltuk annak idején, hogy lehet emelni egy kicsit a színvonalat a vendéglátásra, főleg a tánczene vonalán, és miután a jazz hát életet visz a
tánzenébe, a muzsikába, mi meg kivittük a produkciót az életbe, és ezek voltak ezek a bizonyos Kossuthban rendezett jazz események, amit a televízió közvetített, rádió közvetített, és így tovább. Hát hosszú sora van azoknak az embereknek, ugye, akik itt fölléptek. Itt van velem, nálam a második Nemzetközi Ifjúsági Jazz Fesztivál, ezek is unikumok voltak a maguk idejében, ugye, Ifjúsági Jazz Fesztivál, és ez egy nagyon jó ötlet volt akkor. Igen. Hagyd tegyem hozzá, hogy itt 1968-ról van szó, ami egy nagyon érdekes és fontos év volt a történelemben, hogy így mondjam. Jellemző a fontosságára, hogy a közgázban, a közgazdasági szakközépiskolában a múlt hetekben egy versenynap volt 68-as témakörben. Igen. Tehát 68 egy nagyon fontos időszakot. Nagyon mozgalmas. Emlékezzük vissza, párizsi diáklázadások, Martin Luther King meggyilkolása, a vietnámi háború elleni hippi mozgalom. Csehszlovákiai bevonulás. Csehszlovákiai bevonulás. Igen. És tehát lehetne, még fölírtam egy pár, csak emlékeztetőül, a Muhammad Ali, az Andor Valhol a pop arttal, ugye akkor kezdett népszerű lenni. A Her című filmre emlékezzünk vissza. Igen. És itt a Déri Tibor képzelt riport egy amerikai popfesztivál. Ez a Woodstockról volt szó tulajdonképpen. És Magyarországon is nagyon érdekes dolgok történtek, főleg a gazdasági életben, ami kihatott a kultúrára is. Tehát itt volt egy úgynevezett új gazdasági mechanizmus. És a Ceglédi vendéglátás volt, lesz, van és lesz is mindig, de 68-ban váltottunk. Akkor alakítottuk meg a Róna vendéglátó vállalatot, igen, tulajdonképpen a régi vállalat és maradt. Az ipari már nem volt benne. Az ipart kivettük, a kávénak és a főzeléknek jónak kell lenni. Ez nem érdekli a vendéget, de a szolgáltatás hogy van kiszolgálva? Milyen a kultúra, a zene, a műsor, a szolgáltatás, a vendége, ez lett a fontosabb. Igen. És úgy, hát ez egy érdekes korszak volt, mert meg rövid is volt nagyon. Tehát akkor lehet, hogy nem gondoltad volna, amikor 3 év múlva azt mondták, hogy stop, eddig volt, Brezsnyev elvtársnak nem tetszett az új gazdasági mechanizmus, ez az egyfajta nyitottság, egy pici közelítés a kapitalista szemléletmódhoz. De akkor gondoltam, hogy 50 év múlva még ez ilyen élő és eleven dolog lesz, az akkori emberek életében még annyira fontos volt ez a 3 év, hogy a mai napig is meghatározó. Nem gondoltam, de az idő szépíti a dolgokat, tehát most már egy fél évszázad telt el, ugye? Igen. Szóval azért még mindig sokan emlékeznek ezekre a dolgokra, és ezzel kapcsolatban csak annyit hagy mondjak, hogy Reznák Erzsi, a múzeumigazgató, ki az, aki a nevet nem ismeri, ugye? Az Erzsi egyszer fölhívta a filmhez egy Kossuth Lajos gondolatra, azt mondja, hogy az érdem ott kezdődik, az érdem, hogy is van, fölírtam pontosan. Az érdem csak ott kezdődik, ahol a kötelesség végződik. Uh-huh. Na most visszatérve a korszakra, 68-ban megnyíltak a lehetőségek, hogy a vendéglátásban is csináljunk valamit. Miután a lehetőségeket fölismertük, nem csak én a munkatársaim, hát kötelesek voltunk megcsinálni azt, amit lehetett. Hogy aztán az érdemek hol kezdődnek, azok így 50 év múlva hát csúszik át az érdem. Ezért sokan nem érezték ezt, azért nagyon kötelezőségnek itt az nem országban. Tudom, a könyvet már mutattad, ugye? Megmutattam, és még egy dolgot mindenképpen meg kell mutatnom, mert ezt a plakátot még nem láthatták a kedves nézők, hiszen ez egy április 30-ai leendő rendezvényről szól, 50 éves a Róna Jazz és vendéglátás. És ugye ez a jazz, ez az improvizálás, a gyors reagálás sok mindenre, ez nem csak a zenében nyilvánult meg, hanem akár abban is, az üzletpolitikában is annak idején. Tehát nagyon fontos része volt maga a vendéglátás is. A hangverseny rátéve, ez egy emlékhangverseny, aki akkor itt volt, ezeken a jazz esteken, a Kossuthban és a többi helyen, azokból, aki még él, az itt lesz. Hát sok jeles személyiség. Tehát itt látjuk a plakáton. Hát akikről tudunk, ugye, hát a Szakcsi Lakatos, Kossuth díjas. A Berki Tamás szintén, most kapott szintén díjat. Zenélti, Csík Gusztáv is zenélti. Csík Gusztáv szintén Liszt díjas, és igen, itt lesz. És a mai fiatalok, hát Sárik Péter
aki ma már világhírű jazzzongorista. Bori Viktor. És a Bori Viktor és a Lénárd Béla által szervezett zenekar is. Úgyhogy egy nagyon jó jazz muzsikás. Ez emlékezés lesz azért, tehát igen. Nem egy sima koncert, hanem itt azért... Igen, azt hiszem, hogy majd itt lesznek, jól fog sikerülni. Sok érdekes dolog el is fog hangozni, tehát igen. Szerintem érdemes lesz ezt megnézni. Nagyon készülsz rá, Bandi bácsi, tudom. Igen, mert nappallátéra mondhatni. Készülünk rá, mert sok apróságon múlik ilyenkor az, hogy a siker biztos legyen, de hát a nagy nevek ezt garantálják, úgyhogy nagy baj nem lehet, és remélem sikerülni fog. A helyszín ugye majd a színházterem lesz. Igen, a művelődési színházterem. Előtt lesz egy ilyen kvázi zárkörű találkozó a régi vendéglátós kollégákkal. A rónások ugye találkoznak, akik még élnek, és hát nem lesz különösebb ünnepség, de egymás nyakába borulás, válveregetés, ahogy itt szokott lenni, és egy kis büfét is adunk. Ez pedig a Rosenstein Tibor szolgáltatja, aki szintén rónás volt, mint ahogy az Aubel Ervin a kispipával, aki később a kispipával híres vendéglős lett. Egy csomó ember akkor még rónás volt, és ma híres vendéglátósok. A Rosenstein Tibi köztük, aki éppen életmű díjat kapott az idén a Dining Guide című laptól, de egyébként is sok kitüntetése van. Valamikor a Zöld Hordóban ő volt a bizonyára síf. Sokan emlékeznek még rá a ceglédiek közül. De amikor most készültél és előástál mindenhonnan rengeteg anyagot, azért gondolom, hogy sok emlék is fölkavarodott benned, úgy lelkileg. Nem nehéz ezt a dolgot összerakni? Azt sajnál az ember, amit ki kell hagyni. Mert rengeteg sztori van, hogy így mondjam, amit el lehetne mesélni. Rengeteg olyan esemény történt, ami a múlt homályába vész, hogy így mondjam, és föl kéne eleveníteni. De lesz rá mód, mert csináltunk egy weblapot, ahol ezek a róna dokumentumok, események, fotók, filmek, amik még vannak, ezeket föltesszük majd. És ezt bővíteni majd. És akkor ez korlátlan bővíthetés, mindig rendelkezésre áll. Nagyon jó, erre is rá fogunk figyelni. Most ennyi fért ebbe a kis műsorba. Ajánlom figyelmükbe, tehát április 30-án lesz ez a bizonyos megemlékezés. A Jazz világnapján az 50 éves Róna Jazzre és a jó kis jam sessionökre fogunk majd emlékezni, legyünk ott minél többen. Bandi bácsi, te mindenképp ott leszel. Remélem. Kötelező, úgyhogy találkozunk majd ott is, meg hát addig is még bármikor. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és jó munkát. Éves. Van még mit szervezkedni, igazítani, finomítani, igen, utolsó simítások, stb. Köszönöm szépen. Kérlek szépen. Kedves nézőknek a figyelmet, köszönöm, eddig tartott a mai háttér. Tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra.